Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió hétfői híradóját látják. Nézzük fontosabb híreinket. Együttműködés, 24 órás ellenőrzést tartott a rendőrség és a polgárőrség. Jubileum 55 éves fennállását ünnepelte a soproni Juventus koncertfúvós zenekar. Így írok én, 84 alkotás érkezett az irodalmi pályázatra. Közös akcióban vett részt a Soproni Rendőrkapitányság és a Soproni Polgárőr Egyesület. A 24 órás ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, illetve fenntartása volt. Az akció során a járőrök ittasság ellenőrzést végeztek, illetve az okmányok meglétét és érvényességét is vizsgálták. Alkoholszondát fújatnak a soproni rendőrök. A Soproni Rendőrkapitányság a helyi polgárőr egyesülettel együttműködve közös közlekedésrendészeti ellenőrzést tartott szombat reggel 8 órától vasárnap reggel 8 óráig. Az ellenőrzések célja a közlekedésbiztonság javítása, fenntartása, az ittas vezetők kiszűrése, valamint a közterületen elkövetett bűncselekmények és szabálysértések megelőzése volt. Ennek a lényeg igazából az, hogy minél több autót megállítsunk és ittas ellenőrzés alá vonjuk. A mai nap folyamán eddig egy ittast sikerült igazoltatni, bűncselekményérteket is fújt. A rendőrök több helyszínen ellenőriztek, összesen 75 esetben végeztek ittasság ellenőrzést. A járművezetők ittasságának ellenőrzésén túl a járőrök ellenőrizték az okmányok meglétét, azok érvényességi idejét is. A 24 órás akcióban a Soproni Polgárőr Egyesület feladata az intézkedések biztosítása volt. A mi feladatunk az, hogy a rendőri erőket kiegészítsük. Jelenleg a mai nap folyamán 15 fő polgárőr, 3 gépjárművel vett részt ebben a 24 órás akcióban. Nem csak a rendőrökkel kiegészülve, hanem önálló járőrözésben, ami azt jelenti, hogy szerveztünk már egy tájvédelmi akciót a TAEG ZRT-vel közösen, plusz a város területén a nap 90%-ában minden lakótelepen, mindenhol jelen vagyunk. A közlekedési szabályok megsértése miatt 7 esetben helyszíni bírságot szabtak ki a járőrök, iratok, forgalmi engedély, vezetői engedély hiányossága, illetve lejárta miatt. A közös akció során a rendőrök és a polgárőrök két rendezvény biztosításában is segítettek, valamint két kisebb baleset helyszínén irányították a forgalmat. Az idei évtől a Nemzeti Adó és Vámhivatal elkészítette a bérből és fizetésből élő magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallási tervezetét a kifizetőktől érkezett adatok alapján. Azon magánszemélyeket, akiknek bármilyen kérdésük van az adóbevallásukkal kapcsolatban, az adóhatóság munkatársai két keddi délután meghosszabbított nyitvatartással várja. Nemzeti Adó és Vámhivatal, Győr-Moson-Sopron megyei Adó és Vámigazgatósága Sopronban a rendes ügyfélnyitvatartási időn felül két kedd délután, április 11-én és április 18-án a soproni ügyfélszolgálatunkon, tehát a Kis János utca 4 szám alatt várjuk kifejezetten azokat az ügyfeleket, magánszemélyeket, fél kettőtől fél négyig, akik az adóbevallási tervezetükkel kapcsolatban szeretnének segítséget kérni, vagy nincs ügyfélkapujuk, és ügyfélkapun keresztül szeretnék megnézni az adóbevallási tervezetüket, tehát még mindig nem késő ügyfélkaput nyitni. Fennállásának 55. évét ünnepelte a Soproni Juventus koncertfúvós zenekar. A jubileumi koncerten Chopin és Zierer művei mellett a Vangelis híres A paradicsom meghódítása című alkotását is hallhatták a résztvevők. Születésnapi koncertet adott a Soproni Juventus koncert fúvós zenekar szombaton a GYIK rendezvényházban. A hangversenyen részt vett dr. Fodor Tamás polgármester is, aki köszöntőjében méltatta a zenekar munkáját. Köszönjük a város nevében, köszönjük azokat a koncerteket, amelyeknek részesei lettünk, és természetesen köszönjük a közösségnek, a zenei közösségnek azt, hogy az ifjúság számára egy ilyen lehetőséget biztosítanak a folyamatos zenélés keretében. Azt kívánom a magam részéről, hogy ezt az elmúlt időszak alapján még sokáig műveljék a zenét, a fúvós zenét saját örömükre, és
a mi örömünkre. Az együttes 1962-ben alakult, és alapvető célja a német nemzetiségi kultúra ápolása volt. Az évek során a zenekar hazai és külföldi hírnévre tett szert. Az együttes a soproni ünnepi hetek állandó fellépőjévé vált, és vendégszerepeltek Svédországban, Németországban, Svájcban, Hollandiában, Ausztriában, Dániában és Oroszországban is. A koncerten dr. Friedrich András vezényelte a soproni Juventus koncert fúvószenekart, aki 1975 óta a zenekar karmestere. A komoly zenekedvelői olyan híres zeneszerzőktől hallhattak műveket, mint Chopin vagy Zierer, de felcsendült a Vangelis méltán népszerű a Paradicsom meghódítása című alkotása is. Április 7-én tartották meg az Így írok én irodalmi pályázat eredményhirdetését a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központban Sopronban. A 10-14 éves korosztálynak meghirdetett pályázatra mintegy 84 alkotás íródott. A legeredményesebb alkotások a soproni füzetekben is a nagy közönség elé kerülnek. Idén is nagy érdeklődés övezte az Így írok én általános iskolásoknak szóló irodalmi pályázatot. Az eredményhirdetésen köszöntő beszédet mondott Pataki András, a Prokultúra Sopron ügyvezetője. Nektek felelősségetek van mindentől kezdve, át fogjátok venni a díjaitokat, örülni fogtok neki, ezt nagyon jól teszitek, de mindent tegyetek meg annak érdekében, hogy a lehető legjobban rendeljétek alá magatokat. Annak a rendeltetésnek, annak a feladatnak, amire tehetségetek által szánt benneteket a Jóisten. A megmérettetés 40. alkalommal került megrendezésre, és 84 alkotás juthatott el a 4 főt számláló zsűri elé. A helyezést elért irodalmi műveket a Soproni Petőfi Színház két művésze, Szluka Brigitta és Savanyú Gergely hirdette ki. Mese kategóriában a Deák téri általános iskola tanulója, Német Júlia Boróka lett az első helyezett. A Szent Orsolya római katolikus általános iskola diákja, Rácz Leonóra novellája lett a legjobb a zsűri szerint. A fergeteges 40-es kategóriában szintén a Szent Orsolya iskola növendéke, Kovács Borbála Irma lett a legjobb. A versek közül a Berzsenyi Dániel evangélikus gimnáziumból Márkus Boróka alkotása végzett az élen. A legeredményesebb alkotások a soproni füzetekben is megjelennek majd. Tanácsülést tartott az Európai Borlovagrend Hungária konzulátusának soproni legációja. Az eseménynek a várkerületen található Rej Pál ház adott otthont. A résztvevő borlovagok Rajnai Gábor landművész produkciója után két előadást hallhattak. Először arról esett szó, hogy mit jelent lovagnak lenni a 21. században, ezután a középkori hagyományokhoz tekintettek vissza, ezen belül a lovagi gasztronómia volt a téma. Az Európai Borlovagrend 28 országban van jelen, a soproni legáció mintegy 90 tagot számlál, amelynek vezetője Veres János borlovag. Vásári forgatag, színes programok, kézműves foglalkozások és koncert is várta az érdeklődőket Balfon. A 10. alkalommal megrendezett Balfi Medvehagyma Fesztivál idén is sok érdekességgel várta kikapcsolódni vágyokat a település részen. A gazdag program kínálat mellett a résztvevők medvehagymás ételeket is megkóstolhattak. A legkisebbeknek is remek szórakozást tartogatott a rendezvény, hiszen mese, zene is szórakoztatta a lurkókat. A családi kikapcsolódást nyújtó rendezvény a tervek szerint jövőre is folytatódik. Pénteken Sopron adott otthont a Mozaik Múzeum túra roadshow-nak. A nap folyamán rendhagyó tárlatvezetésekkel, ragadozó madár bemutatóval, kalácsütéssel és sokszínes programmal várták a látogatókat a szervezők. Zenés programok is várták a legkisebbeket a Mozaik Múzeum túra roadshow soproni állomásán. A rendezvénysorozat 2014-ben indult egy országos múzeum népszerűsítő programként. A múzeum túra április 7-én pénteken kínált érdekes és színes programokat a leghűségesebb városban. A fő célja ugye a magyarországi múzeumi kínálat sokszínűségének a megismertetése. Elsősorban a fiatal korosztályra, az általános és alsós és felsős korosztályra fókuszálunk, de természetesen mindenki számára szeretnénk bemutatni a magyar múzeumokat. Több pillére van. Van egyrészt egy könyv sorozatunk Mozaik Múzeum túra néven, és hát elindítottuk ezt az országos roadshow-t, amivel a
magyarországi nagyvárosokat járjuk, és egynapos program keretében igyekszünk bemutatni az érdeklődőknek az adott város nevezetes múzeumait. A rendezvény keretében ingyenes programok várták az érdeklődőket a Soproni Múzeum kiállítóhelyein, a Központi Bányászati Múzeumban, a Zettl-Langer gyűjteményben és az Erdészeti Múzeumban. Solymászni fogunk. Mit csinálunk először? Eltávolítjuk a madárnak a szerszámait. A solymászat. Nagyon-nagyon fontos, a madár biztonsága mindennél erőbb való. Itt a solymászat rejtelmeiben nyerhettek betekintést a látogatók. De a gyerekek állatbőröket és elefántlábakat is simogathattak, valamint ragadozó koponyáit is szemügyre vehették. A látogatás alkalmával a vadászat világáról is érdekes tudást szerezhettek az érdeklődők. A Mozaik Múzeum túra roadshowjának második állomásaként adott otthont városunk. A Sopron kihagyhatatlan egy bármilyen országos kulturális rendezvénysorozatból. Ráadásul itt Sopronban sikerül azt megvalósítanunk, azt, hogy bemutassuk egy városnak a múzeumi sokszínűségét. Ugye itt most, ha csak a mai programra gondolunk, vannak gyerekprogramok, de vannak ipartörténeti, helytörténeti, természettudományos programok, képzőművészeti programok, úgyhogy nagyon is passzol Sopron a mi célkitűzéseinkbe. A rendezvénysorozatnak április 22-én és 23-án Szombathely ad majd otthont. Nyolcadik alkalommal kerülhetett a maratoni futók programjába a Panorám Maraton. A rendezvény nem csak a terepfutókat szólította meg, hiszen több útvonalat terveztek, többek között túrázni vágyóknak és gyermekeknek is. Április 2. szombatján került megrendezésre a Panorám Maraton. A verseny célja a város gyönyörű panorámájának megmutatása a sport révén. A sportolni vágyóknak több útvonalat biztosítottak a szervezők. A futóknak 14, 28 és 42 kilométeren lehetett indulni. A túrázók közül 36 kilométeres távra elszánt túrázók indultak el, több mint 30-an. A 14 és 28 kilométeres távokon, ott körülbelül egy ilyen 130-140 ember indult el, és a 8 kilométeres rövid távon is elindult több mint 50. Az időjárás kegyes volt a rendezvény résztvevőihez, akik jó hangulatban teljesítették az általuk kitűzött távokat. A verseny végeztével a jól szereplőket a szervezők díjazásban részesítették. Minden résztvevő kap kitűzőt, emléklapot, és a futóversenynek a győzteseit külön is díjazzuk, lehet pólót nyerni, illetve egyéb ajándékokat szponzorok felajánlásaiból. A futni és túrázni vágyók a Hunyadi János általános iskolától rajtoltak, és a túraútvonal kialakításának köszönhetően ugyanide kellett visszatérniük az indulóknak. Most megmutatjuk, milyen időjárás várható, majd érkezik a Mozaik. Utána hajrá Sopron című sportmagazinunk következik. Kedves nézőink, Önök a Sopron Televízió hétfői híradóját látták. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Kedden egy hidegfront éri el hazánkat, záporokkal, helyenként zivatarokkal. Az északnyugati szél megerősödik, amelyet viharos lökések is kísérhetnek. A hőmérséklet 14 fok körül alakul majd.